Igazi kalantúrával várta a kicsiket a gyermeknap alkalmából a komáromi Jókai Színház. A teátrum egésznapos programmal készült a srácok szórakoztatására, ezúttal nem csak színházi előadás formájában. Bosu, mosa, minden átadtok a bundáját lényesre, tisztít! Süsű előadás, kulisszajárás, bábkiállítás, jelmezes fotósarok, bábelőadások. Ez szerepelt a színház nyílt napjának programján. A legnagyobb sikert a híres egyfejű aratta. Tüzet akárdatta Süsű, hát amikor a zene szólt, meg a királyt, meg a királynőt. Nekem a Süsűben a legjobban azt tetszett, amikor a herceg bejött gördeszkán. Nagyon tetszett nekem az előadás, és igaz, hogy már nagyon sokszor láttam az előadást, de mindig raknak bele valami újítást. Jó előadást, amiben végül is van szeretet, minden, játszás, szóval ebben minden van. A színház mese előadásainak, a gyermekeknek szánt programoknak nem titkolt célja van, a közönségnevelés. Nagyon fontos, hogy a gyerek megszokja, hogy színházba jár, hogy szeresse a színházat, hogy kicsi korában kétszer-háromszor eljön egy éven, valószínű, hogy legalább a 20-30-40%-nak annyira megtetszik, hogy felnőtt korában is eljön, és bizony, hogy ez is a célunk ezekkel a nyílt napokkal. A nyílt nap több száz gyermeket és felnőttet vonzott a komáromi színházba, nem csak a városból, hanem a széles régióból és Magyarországról egyaránt.